Emberséges bánásmód a menekültekkel szemben, akárhonnan is érkezzenek hozzánk, ezen változtatna leginkább Márki-Zay Péter. Legalábbis erről beszélt az ellenzéki miniszterelnök jelölt a CNN-nek adott interjújában. Elemzők szerint ez azt jelenti, Márki-Zay Péter beismerte, hogy beengedné a migránsokat. Szakértők felhívták a figyelmet, lényegében Karácsony Gergely után Márki-Zay Péter is hitet tett a migráció mellett. A miniszterelnökséget vezető miniszter mindenre úgy reagált a kormányinfón, Márki-Zay Péter a magyar baloldal véleményének megfelelően nyilatkozott, nincs ebben semmi meglepő. Ugyanott folytatja, ahol Karácsony Gergely abba hagyta. Márki-Zay Péter is megesküdött tegnap a CNN-en, hogy bevándorláspárti álláspontot fog képviselni. Ezt írta a 21. század intézet vezető elemzője, miután tegnap a baloldal miniszterelnök jelöltje interjút adott a CNN-nek. Márki-Zay Péter az amerikai hírcsatornának emberséges bánásmódról beszélt a menedékkérőkkel szemben, ahogy fogalmazott, akárhonnan is érkezzenek hozzánk. Deák Dániel posztjában felhívta a figyelmet, Karácsony Gergely még baloldali miniszterelnök jelöltként augusztusban a német Die Zeitnak azt nyilatkozta, a menedékkérők emberi jogait biztosítani morális kötelességünk és a programunk része, de nem fogjuk rányomtatni a választási plakátjainkra, mert ezzel nem tudunk választást nyerni. Az elemző hozzátette, Karácsony bukása után tehát Márki-Zay Péter is világossá tette a globális baloldal számára, hogy bevándorláspárti álláspontot képvisel. Gyurcsány Ferenc örülhet, a szerepcsere nem változtat az eredeti forgatókönyvön, jegyzi meg a szakértő. Márki-Zay Péter arra próbál bazírozni. Beindult a nemzetközi hálózat Márki-Zay Péter megsegítésére, erről pedig már az Alapjogokért Központ kutatási tanácsadója beszélt az M1-en. Láthatóan a nemzetközi hálózat beindult Márki-Zay megsegítése érdekében. Tehát döbbenetes az, hogy pár nappal az előválasztások után már is a CNN-ben ugye a sztár riporter azt, hogy Krisztina Amanpour már is egy interjút készít vele, és csak hasonlítsuk össze azt, hogy egy évvel korábban milyen ellenséges hangulatba kérdezett Szijjártó Péter külügyminisztertől a CNN riporternője, és most ez a beszélgetés mennyire baráti, barátságos, támogató volt. Ezzel arra akarok utalni, hogy Márki-Zaynak a múltjában tisztázatlan kapcsolati hálók vannak egyébként, amelyek egészen Amerikáig vezetnek, és arra a kérdésre is választ kell adni Márki-Zaynak, hogy a Soros hálózattal milyen kapcsolatban áll. Márki-Zay Péter a magyar baloldal véleményének megfelelően nyilatkozott, nincs ebbe semmi meglepő. Befogadná a migránsokat és lebontaná a kerítést, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely hozzátette, a helyzet világos, abban egyetértés van, hogy a menekültekkel emberségesen kell bánni, de a bevándorolni szándékozó tömegeket először meg kell állítani addig, amíg nem tisztázódik, hogy ki az, aki migráns, és ki az, aki valóban menekült. Ez egy migrációpárti baloldali vélemény, ráadásul egy nemzetközi közegbe kerülve, az annak való megfelelés szándékával pedig még inkább veszélyes túlzásokba eshet az ember. A Hódmezővásárhelyi polgármesternek is az volt a gondja. Gulyás Gergely megerősítette, akit beengedünk és menekültnek találunk, az természetesen megkapja a menedékkérőknek járó jogokat.